Sziasztok, köszöntünk mindenkit, én Márk vagyok, mellettem pedig Ádám, és ma az új Skoda Superb plug-in hibridet fogjuk tesztelni. De most jelen esetben nem is annyira az autó, hanem maga a technológia lesz az érdekes. Egy kicsit beszélünk a plug-in hibridekről. Miért jó, miért nem? Tartsatok velünk! Skoda Superbet tehát eddig is azért szerettük, mert remek helykihasználású, nagy, kényelmes utazóautó. És remek, jó áron volt. Igen, remek árérték arányjal rendelkezik. Most ugye ez az autó is már alternatív elektromos hajtásláncokkal igyekszik bűvészkedni. Lényegében a Passat GT-e második generációs hajtásláncát, plug-in hibrid hajtásláncát kapta meg, és hát ugye ugyanazokra az alapokra is épül. Igen, és egyébként ebbe a kategóriába ekkora autót ilyen áron nem is nagyon kaphatunk ilyen hajtásláncot, tehát azt mondhatjuk, hogy itt egy kicsit egyedi. Van azért ebben az autóban kraft, annak ellenére, hogy egy 1.4-es turbobenzin motor van ugye a főszerepben úgymond, és mellé csűrtek be egy hát közel 110 lóerős villanymotort, mely a DSG 6 fokozatú automata váltóba van integrálva, és így úgymond egy önindító per generátorként is tud működni. Igen, egyébként egy kicsit vicces is, hogy itt ülünk ebbe az óriási Skodába, ami egy valamilyen irgalmatlanul nagy autó, tehát ugye a többi kocsihoz képest is nagyon látványosan nagy, és megállunk egy ilyen háromajtós hatchback mellett, amiben nagyobb motor van, mint ebbe. Ez egy kicsit ilyen groteszkül hangzik, de azért azt meg kell hagyni, hogy a Skodánál is, mint sok más autógyártónál egyébként már ezt megtapasztaltuk, nagyon jól össze tudják hangolni a kis motorral ezt az elektromos rásegítést, és egy nagyon lineáris nyomaték görbét ad. Tehát tényleg lent is húz az autó, fent is húz, olyan, mintha valami sokkal nagyobb motor lenne benne. Igen, hát nem olyan öblös, meg egy ilyen 110-es tempónál nem úgy indul el, mint mondjuk egy 2 literes dízel, de lehet rá azt gondolom számítani. Hát egyébként ez sem teljesen igaz, mert ugye már megint csak, hogy a hibridet egy kicsit erőltessük és elmondjuk az embereknek, hogy miért jó ez. Az elektromotor az azonnal leadja a nyomatékát, tehát hogy az elektromos rásegítésre nem kell várni, hanem abban a pillanatban, hogy lenyomod a pedált, az jön. És ennek következtében egyébként egy nagyon-nagyon dinamikus dolgot csinál. És a felső fordulatszám tartományban sem fogy el. Hát ott meg a benzinmotor ugye egész jól életre kell, és ott meg már húzza. Bár azért elég olyan hangja van, mint ami nagyon köszörül azért, hogy itt haladjunk. És akkor ez mellett, hogy ugye országúton, autópályán is azért egészen jól használható, a legnagyobb előnye ugye a plug-in hibridnek mégiscsak az, hogy városban tudunk emissziómentesen közlekedni, abban az esetben, hogyha mindig töltőre tesszük az autót. Töltőre tesszük, és teli akkumulátorral indulunk neki az útnak, mert hogy ugye ebben az autóban még egy 13 kWh-s akucsomag található. Nagyjából a hasznos energia az ilyen 10 kWh, amit fel tudunk ebből használni, és az autó nagyon okosan figyeli azt, hogy töltésnél ugye hagy egy 20%-ot, tehát lényegében 80%-ig tudjuk feltölteni az autót, és lemerülésnél is hagy egy 20%-ot az autóban, tehát elindulásnál, hogyha lemerül az akkumulátorunk, minden esetben tisztán elektromosan tudjuk megindítani ezt az 1700 kg körüli bódét. Tehát, hogyha lemerülne az aksink, ez a hajtáslánc lényegében ugyanúgy hibridként tud üzemelni. Tehát azért egy normál öntöltő, vagy egy lágy hibrid hajtásláncoz képest azért az a plug-in hibrid jóval több törődést igényel, mert tényleg csak akkor lesz jól használható és gazdaságos, hogyha felrakjuk a konnektorra tölteni. Ugye maximálisan 3,7 kW-tal tudjuk ezt az autót tölteni, így a katalógus szerint nagyjából ilyen 4 óra alatt lehet feltölteni ezt az akucsomagot, de hát nyilván ez függ a külső hőmérséklettől is, tehát 0 fok vagy az alatt azért ez egy kicsit kitolódhat ez az időtartam. És a fogyasztásra kitérve, hát ugye a legjobb esetben, hogyha tényleg mindig teli akkumulátorral indulunk utunknak, akkor 100 km-en lehet hozni a katalógusban megjelölt ilyen 2-3 literes fogyasztást. Országúton nyilván, hogyha elfogy az elektromos áramunk, akkor valahol ilyen 6-7 liter környékén fogyaszt ez a benzinmotor. De egyébként ezeknél az autóknál nem feltétlenül a fogyasztás a fő lényeg, mert az elektromos autóknál is megtanultuk azt, hogy sok előnye van
az elektromos autóknak, de az nem feltétlenül a fogyasztás. Egyrészt, mert drága az áram, drága az autó nagyon, tehát sose jön vissza az a fogyasztásbeli különbség, vagy nagyon lassan, vagy nagyon csak bizonyos feltételek közt. Tehát igazából most a világ ugye elindult az elektromos autógyártás felé, ami még gyerekcipőben jár, és nem tudunk igazán mindenre jó elektromos autót venni. Az igazán mindenre jó autók, azok valahol rosszak, vagy valahol nem tökéletesen jók. Ilyenek a plug-in hibridek, meg a hibridek. Az elektromos autó fogyasztása az általában, hogy jött ki, olyan 4-5 literes benzines fogyasztása számoltuk át kb. Az autókat, amikkel haladtunk, ami azért annyira nem nagy hasraesés. Mert egy komolyabb, kisköpcentis, korszerű dízelautó is tudja hozni ezt a fogyasztást, most minek vennénk elektromos autót? Azoknak éri meg ez, akik ugye tudják otthon tölteni, azoknak jó a fogyasztás szempont, viszont vannak más érdekes dolgok is, mert az elektromos autókkal szemben ugye a hibrid autók, amiknek nagy a hatótávja, és el lehet velük messzire is menni a benzinmotor miatt, azoknak viszont az az előnyük a belső égésűekkel szemben, akikkel alapvetően is messzire lehet elmenni, hogy a motor sokkal kevesebbet jár. Sokat közlekedünk az elektromotorral, nincs annyira terhelve a benzinmotor, sokkal később, valószínűleg sokkal később fog elhasználódni. Tehát igazából itt van egy ilyen műszaki előrelátás is ebben, hogyha valaki ilyen autót választ, hogy talán kicsit tovább tudja használni egy motorgenerál nélkül, meg hát ugye lényeges anyagi támogatások is vannak a cégeknek, ugye? Így van, hát aki zöldrendszámos autót vásárol, ugye az számolhat azzal, hogy hát a legtöbb városban ingyenes a parkolás, nincs regisztrációs adó, átírási illeték vagy gépjárműadó, nem kell cégautóadót fizetni sem. Tehát a cégeknek valóban megéri zöldrendszámos autót vásárolni, de mindez mit sem ér akkor, megint csak ezt tudom felhozni, hogyha az alkalmazottak nem elég elhivatottak, és nem rakják fel tölteni otthon vagy a munkahelyükön az autót. Hát igen, gyakorlatilag az, hogy az ember kezébe benne legyen a rutin, hogy már nem csak a üzemanyagpisztolyt dugom bele, hanem a kábelre is rá kell kötni az autót, az biztos, hogy egy kicsi időbe fog telni, de ebbe az irányba tart a világ. Tehát egy idő után mindenki rá fog kényszerülni erre. A gond az, hogy ugye az európai autógyártás az olyan ütemben rohan az elektromos autók fele, hogy nem tudom, hogy ez a hibrid hajtásos módszer, ez ki fog-e forni annyira, mint mondjuk egy jó dízel technológia. Mert hogyha ez igazán kiforna, akkor azért ez egy nagyon-nagyon jó dolog lehetne, de ehhez szükség van arra is, hogy az emberek akarjanak plug-in hibrid autót venni. És megtanulják kihasználni ennek az előnyeit, mert általában azok legyintenek arra, hogy ez hülyeség, túl sok akupakkot viszek magammal, nehezebb az autó, többet fogyaszt autópályán, akik egyébként nem is dugják rá a töltőre, nem is érdekli őket különösebben. Piackutatások szerint, akik nagyvárosban, agglomerációban közlekednek nap mint nap, átlagban ilyen 40-50 kilométert mennek, és valahol valós használat mellett ez az autó is azért tudja ezt a 40-50 kilométeres hatótávot, és így gyakorlatilag városban teljesen tisztán tudunk vele közlekedni, ha tele van az akkumulátor. Így van, és akkor megint képbe kerültünk azzal, hogy meg kell szoknunk a rutint, hogy töltjük az autót. Azt gondolom, hogy ezzel azért már mindenki szinte szembesült, hogy 2020-ban, és majd ezután is valószínűleg az új autók ára azért meg növekszik, többnyire a drága elektromos technológiáknak köszönhetően, és hát sajnos ez alól a Superb IV sem kivétel, hiszen az alap 1.5-ös benzines és a 2000-es dízelhez képest azért egy ilyen 2-3 millió forintos felára van, 13-14 millió forinton lehet megvásárolni ezt az IV-t, melynek egyébként, hogyha a többi márkát nézzük, tökéletesen hasonló konkurense nincsen, hiszen vagy kisebb kategóriás szedánokat, vagy kombikat tudunk venni plug-in hibrid hajtásránccal, illetve SUV-ket, koncernen belül viszont ott van a rokon Passat, mely szintén azért 2 millió forinttal drágább, 2-3 millió forinttal drágább egy IV-hez képest. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük, hogy egy kicsit sikerült eloszlatni a kételyeket a plug-in hibridekkel kapcsolatban. És egy kicsit felvillanyozni a józanészt, hogy töltögessétek a plug-in hibridjeiteket. Sziasztok! Sziasztok!